Amikor tanúságot teszünk a hitünkről, tanúságot teszünk Isten kapcsolatunkról, a szeretetünkről. Imádkozzunk azért, hogy egyre hitelesebben megéljük Krisztushoz tartozásunkat, Istennel való kapcsolatunkat, a szeretetünket. Összefogott a mindenség, hogy világra jöhessen Isten szeretete. Meg kell nekünk is mutatni, hogy mi összetartozunk, mi szeretjük egymást. Isten szeretetével szeretjük egymást. A küldetésünket akkor tudjuk megélni, ha valóban hitelesen megéljük ezt a szeretetünket. Mi is ez a szeretet? Amit Jézus tanított nekünk, az a szeretet. Azt mutatja meg, hogy az élet súlypontja nem a magában van, hanem önmagunkon kívül, a másik emberben. Az életem súlypontja az nem bennem van. Nem magam körül forog az életem, nem önző vagyok, hanem azt keresem, hogy hogyan tudnék másokon segíteni. Az életemet mások szolgálatára rendelni, így Isten szolgálatára rendelni. Krisztus eljött, és megmondta, mit kell adni Istennek, hogyan kell az Istent szeretni. Hát itt van az embertársad. Szeresd őt. Amit egynek teszel, nékem teszed. Ezt fogják számon kérni tőlünk. Szeretetben éltünk-e? Élted-e a szeretetet? Ott, aki megjelent melletted, akit oda küldtem eléd, hogy szeresd őt. Jól szeretted. Segítetted az életében? Segítetted őt fölemelni, fölállni, megvigasztalni, megerősíteni? Odaálltál-e mellé? Ezt fogják megkérdezni, mert amikor éhes voltam, szomjas voltam, beteg voltam vagy fáztam, adtál-e ennem, adtál-e innom, ápoltál-e betegségemben? Sokan kérdezhetik, Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadhattunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? Ismerjük az írást, erre a kérdésre a király így felel. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, avagy nem tettetek, azt velem tettétek. Hát Jézus megmondta előre, hogy mi lesz a kérdés. Az életünk nagy vizsgáján mi lesz a kérdés? Az, hogy szeretettel voltál-e embertársaid iránt. Az életed odaadtad-e? Élted-e a szeretetet? Krisztus tanításában megjelent közöttünk az igazi istenség és az igazi emberség. Milyen jó lenne, ha ez az igazi szeretet létrehozná bennünk az Isten képűséget, és létrehozná az igazi emberséget.